Szeretettel köszöntöm a videótanár nézőit. Ebben a videó összeállításban a honfoglalás, a magyar honfoglalásról és letelepedésről a Kárpát-medencében, valamint a kalandozó hadjáratokról lesz szó. A honfoglalás előzményei Bölcs Leó, Bizánc császár, aki a képen is látható, a magyarok segítségével súlyos vereséget mért a bolgárokra. A magyar csapatok vezetője Levente volt, Árpád fia. Simeon, bolgárcár bosszúból a besenyőket hívta a magyarok ellen, 895-ben történt ez a támadás. A besenyők megtámadták az etelközi magyarokat, ezért etelközt el kellett hagyniuk az ott élő magyaroknak magyarok nem tudták felvenni a harcot a besenyőkkel, mivel a harcosok még bölcs leó bizánci császár seregeivel voltak együtt. A honfoglalást álmos fia Árpád, Kündő Kende, és Levedi fia Kurszán, ő volt a Gyula, vezették. Feltételezés, hogy Álmost az addigi fejedelmet a nomád népek szokása szerint nem engedték be az új hazába. Valamint az etelközi vereségért is őt okolták, mivel azt mondták, hogy fejedelmüket nem hallgatták meg az égiek, és ezért szenvedtek vereséget etelközben. Az viszont tény, hogy Álmos Erdében meghalt, mielőtt még a magyarok a Kárpát medencébe jöttek volna. A képen, álmos látható, itt pedig ugye etelköz, amit a magyaroknak el kellett hagyniuk a besenyő támadás következtében. A honfoglalásnak voltak előzményei, a Kárpátokon túra való betelepedés már elő volt készítve. Többször voltak már a magyarok a Kárpát-medencében. Ismerték a Kárpát-medencében élő morva, szláv és frank népeket. 894-ben például Svatopluk, morva nagyfejedelem segítségül hívta a magyarokat, és az ott harcoló magyarok már haza sem tértek a Kárpát-medencéből, hanem bevárták a fősereget. Ide tartozik Szvatoplukhoz az úgynevezett fehér ló mondája, amik ugye úgy történt, hogy a magyarok látták, hogy milyen jó vizű a Duna, milyen jó fekete a termőföld, és milyen dús zöld a termés, ezért vittek haza a kulacsban egy kis Dunavizet, Árpát-Fejedelemnek, egy maréknyi fekete földet és egy köteg zöld búzát, és ezt megmutatták árpádnak, és a magyarok látták, hogy milyen termékeny és jó ez a föld, és cserébe árpát küldött szvatopluknak egy fehér lovat, amit arany fékkötővel és arany kengyellel díszített fel, és szvatopluk ezért nagyon megörült, és azt mondta, hogy vigyetek annyi vizet, annyi földet és annyi buzát, amennyit csak akartok, és a magyarok ezt úgy értelmezték, hogy akkor ők az egészet akarják, és övék ki legyen az egész föld. Erre Spotopluk nagyon mérges lett, és azt mondta, hogy öljék meg a lovat, dobják a Dunába a kengyelt, és a földre a féket, és erre a vitéz azt mondta, hogy ha ez így történik, akkor ezt mind a magyarok fogják megtalálni, mert övéké lesz ez a föld. Erre Svatopluk sereget toborzott, de egy óriási magyar sereggel találta magát szembe, akik leverték Svatopluk seregét. A honfoglalás maga 895-től 900-ig zajlott. A magyarok, amint már említettem, Árpád és Kende vezetésével lépték át a Kárpátok keleti és déli hágóit. A Vereckei hágón jött be a magyarok főserege körülbelül félmillió magyar érkezett a Kárpát medencébe. Itt látható a vereckei hágó, és a magyarok bevonulásának iránya a Kárpát medencébe. Látható, hogy a déli és keleti Kárpátokon vonultak be. A kép pedig a vereckei hágónál ma is látható emlékművet ábrázolja. Árpád fejedelem képe látható itt a képen. 904-ben Kurszán a Gyula, a hadak vezetője meghalt, és nem választottak új Gyulát, ezért a katonai vezetés is Árpád élet. Árpád mellett a következő tisztségek voltak, a Tarján volt a főparancsnok, a fejedelmi udvartartás irányítása volt az ő feladata. A Jenő bizalmas tanácsadó volt, a horka bírói katonai vezető, a főtátos pedig a vallási vezető, a gyógyító és szellemi vezető volt. A honfoglalás első szakasza 895-től 899-ig történt. A bevonuló magyarok először a Tiszán túlt, a Dunatiszak közét, valamint a felvidék déli részét foglalták el. Ez volt a honfoglalás első szakasza. A második szakasz 900-ban történt, amikor is a honfoglalók átkeltek a Dunán, és az Észak-Itáliából hazatérő csapatokkal elfoglalták a Dunántúlt. Új korszak kezdődött a magyar nép történetében, Árpád népe a Kárpát-medencében hazát teremtett. Ez Európa népeire is hatással volt. 907-ben a bajorokkal már meg is küzdöttek Pozsonynál. Itt a magyarok 907-ben győzelmet arattak, és a honfoglalás befejeződött. Egészen az ENSZ folyóig kitolták birodalmukat a magyarok, és ezzel üzentek Európának, hogy a Kárpát-medencében egy új, erős harcias nép kíván letelepedni. Hogy történt a letelepedés a Kárpát-medencében? A honfoglalás céltudatosan, szervezett irányítással ment végbe. A letelepedés nemzetségi rendben történt, viszont a törzsek tagjai szétszóródva telepedtek le. Fontos volt a letelepedés, hogy olyan helyen telepedtek le, ahol jó Föld volt a földműveléshez, valamint jó legelő volt a legeltető állattartáshoz. Amíg a magyarok vándoroltak, addig az úgynevezett jurtákban laktak, ami nagyon könnyen szétszedhető és összerakható lakóhely volt, a nomád állattartással foglalkozó népek szálláshelyeinek számítottak. A honfoglalás utáni időkben még nagyon sokszor használták a jurtát, de szép lassan áttértek a honfoglaló magyarok a földbe vált házakba, és ez már arra engedt következtetni, hogy letelepedtek egy helyre a magyarok. A védelem megszervezése is nagyon fontos lépés volt. Ugye a Kárpát-hegység vonulatai természetes határvonalat, védelmi vonalat képez ugye keletről és éjszakról. A déli és nyugati területeken viszont a magyarok kiépítették a gyepűt, melyeket őrhelyekkel egészítettek ki. A gyepű veszőfonatok közé sarat tettek és földdel feltöltötték ezt, így építették ki ezt a határvonalat. A legveszélyesebb helyekre székelyeket telepítettek, ez a helységnév ma is őrzi a székelyvédők nevét, őrségnek nevezzük. Mesterségek a honfoglaló magyarok körében. A honfoglaló magyarok mindent előállítottak, amire szükségük volt. A nők fontak, szőttek, nemest készítettek, itt a középső képen látható nemezből fejfedők. A férfiak a vasverés, fa megmunkálás, fazekasság, nyerekkészítéssel foglalkoztak, íj és szígyártással, valamint ötvös munkákat készítettek és csontfaragással is foglalkoztak. Itt ezen a képen látható néhány fegyvere és lószerszám, valamint itt látható az ötvös munka egyik remeke a tarsoly. A kereskedelemben is jeleskedtek a honfoglaló magyarok, kereskedtek sóval, prémmel, ugye tinóval, és arab ezüsttel, valamint bizánci aranyjal fizettek. A kalandozó hadjáratokról és a magyar harcmodorról is szólnunk kell, ugye miután letelepedtek a Kárpát-medencében a magyarok, Nyugat-Európa, Kelet- és Dél-Európába is hadjáratokat vezettek. Innen van az egyik mondás, e Szeggitis hungarolum libera nos domine, a magyarok nyilaitól mencs meg uram minket. A kalandozó magyarok viselete és fegyverzete, a fő fegyverük a visszacsapódó így volt, ami így néz ki nyugalmi állapotba, de hogyha rákerül a húr, akkor visszahajlik. Ez azért jó, mert így még nagyobb erővel lövi ki az íj a nyílvesszőt. A magyar harcosnak a viselete és a felszerelése elengedhetetlen, és nagyon fontos volt a ló, valamint a lónak a felszerelése, a díszes nyereg, a veretekkel díszített lószerszám, valamint a kengyel. Ugye maga a katonának pedig a süveg, az öv veretekkel a tarsoly, a nyíltegez, a puha talpú csizma, és fegyverei pedig az íj, a kard és a tegez voltak. A női viseletet is láthatunk, ami hasonló volt a férfiakéhoz, ugye bő, köppeny vagy kaftán, hajkorong a díszítéshez. Ugye annyiban különbözött a női viselet, hogy nem voltak fegyvereik. A hadjáratok okai és irányai. Okaihoz tartozik, hogy a nyugati uralkodók nagyon sokszor hívták a magyarokat, hiszen a magyarok gyors, fegyelmezett, könnyű lovas harcosok voltak a magyarok nagyon szívesen mentek a gazdag zsákmány reményében, nagyon sokszor zsákmányoltak aranyat, ezüstöt, drága ruhát és fegyvereket. De egy még fontosabb oka volt ezeknek a hadjáratoknak, mégpedig az, hogy felderítették a nyugati országokat, felmérték haderejüket, megfigyelték földrajzi elhelyezkedésüket és társadalmi berendezkedésüket. Ezek a hadjáratok megelőző, illetve figyelmeztető hadjáratok voltak, hogy a Kárpát-medencében egy nagyon erős nép telepedett le, és ezekkel a hadjáratokkal figyelmeztették Nyugat-, Dél- és Kelet-Európa népeit. A hadjáratok iránya tehát Nyugat-Európa, Dél-Európa és Kelet-Európa volt, Bizánc felé is vezettek hadjáratokat, főleg adót szedtek ott, valamint a kereskedelmi kapcsolatokat építették ki Bizánccal. Néhány csata és hadjárat. 899-ben Észak-Itáliába hívták a magyarokat, Arnulf Bajor herceg segítségére mentek, a hazatérő csapatok pedig egyesülve a honfoglaló magyarokkal Elfoglalták, megszállták a dunántúlt. ez volt a honfoglalás második szakasza. 209-ben a felvidéket hatalmukba kerítették a magyarok, így a morvai fejedelemséget is felszámolták. 933-ban a Merzeburgi csatában Madarász Henrik páncélosokat állított ki a könnyű ö, lovas sereg ö, ellen, és így a magyarok megfutamodtak, visszafordultak. Ezt tudni kell, hogy a magyaroknak volt egy nagyon jellegzetes harci technikájuk, menekülés színleltek, és ezzel megbontották az ellenség állásait, és ahogy elkezdték küldözni a magyarokat az ellenség, hátrafelé nyilazva, lemészárolták az ellenséget, körbevették az ellenséget, és lenyilaszták. Viszont 933-ra Madarász Henrik ezt a taktikát kiismerte, és már nem volt hatékony. 955-ben Augsburgnál első ottó szintén győzelmet aradott a magyarok felett. Ehhez kapcsolódik a Lehel-monda, ami úgy szólt, hogy Lehelt a magyarok vezérét első ottú elé vezették, és ottú azt mondta, hogy lehet még egy kívánság a halála előtt, és Lehel azt kívánta, hogy még egyszer hagy fújjon bele a kürtjébe, ezért odahozták neki a kürtjét, amivel a monda szerint úgy fejbe vágta a császárt, hogy az egyből szörnyet halt, és itt látható a képen, hogy a kürtből hiányzik is egy darab. a hadjáratok következményei. Amint említettem, kiismerték nyugaton a magyarok harcmodorát, viszont a kalandozásokhoz tartozik az úgynevezett Szent Galleni kaland. Szent Gallen ö, kolostorát is megtámadták a magyarok, és a magyarok hírére a kolostor lakói mind elmenekültek. Egyetlen egy szerzetes maradt ott, ö, aki vállalta azt, hogy ő találkozzon a magyarokkal, és a magyarok nagyon barátságosan uh, fogadt, köszöntötték őt, és ő leírja a magyarokról, hogy, hogy nagyon vidám nép, nagyon mulatós uh, nép volt, életében nem lakmározott és nem ivott annyit, mint a magyarokkal, viszont azt is leírta, hogy a magyarok nem tisztelték a kolostor szent falait, hanem a felszentelt falak közt táncoltak, mulatoztak és birkóztak, és azt is leírta, hogy viszont, hogyha ellenség közeledett, akkor még itt a sállapotban is azonnal csatarendbe tudtak sorakozni. Tehát leírta róluk ebbe a beszámolóba, hogy nagyon jól képzett, nagyon fegyelmezett katonák voltak, akik bizony szórakozni is tudtak. 970-ben Taksony fejedelemsége alatt volt az utolsó hadjárat, Taksony felismerte, hogy végleg le kell telepedni a magyaroknak, be kell fejezni ezeket a hadjáratokat nyugat, kelet és déli irányba, és innen meg, innentől fogva megkezdődött az állam alapítás. Itt látható taksony fejedelem, akinek fejedelemsége alatt befejeződtek a kalandozó hadjáratok. Ebben a videóban tehát megfigyelhettük a, let, a honfoglalás előzményeit, szakaszait, valamint szó volt a kalandozó hadjáratok okairól és eredményeiről is. Köszönöm a figyelmet!